amit ma este készítek, az köles kása. Érdemes jó minőségű kölest vásárolnatok, főként, hogyha hozzá tudtok jutni, akkor bioközest. Egy csészényi kölesből fogom elkészíteni a köleskását, ehhez körülbelül 2-3-szor annyi víz lesz szükséges, hogy megfőzzük benne. Meg kell tisztítani, tehát leöblítjük, mint a rist hideg vízzel, és aztán beletesszük egy edénybe, ahol felöntjük a 2-3-szoros vízmennyiséggel, és elkezdjük főzni. Amikor már majdnem megfőtt a vízben, akkor kell majd, ha szeretnétek, akkor tejjel tovább főzni, vagy pedig beízesíteni. Íme a mosás után és vízzel felöntve a kölesünk. Most hozzákeverünk egy pici sót. Körülbelül ennyi sót, egy másfél kávéskanálnyit. Ez még talán sok is, ezért nem teszem bele az összeset. Aztán így vízben felforraljuk. Amint látjátok, kezdi elfőni a levét a kása. Most már én érzem, hogy kezd megpuhulni is. Érdemes gyakran kevergetnetek, nehogy leégjen. Amint ez megpuhult, azonnal felöntjük egy pici tejjel, és mehet hozzá a további összetevők, és én vajat fogok még hozzátenni. Körülbelül ennyi vajat érdemes beletennetek. Ez körülbelül egy 2-3 evőkanálnyi. Ezt elkeverem benne, aztán amint elfűtte tényleg a teljesen a vizet magáról, akkor teszem hozzá a tejet. És akkor a tej is, úgyhogy azt is magába tudja venni, az lényeges. Körülbelül 2 deciliter tejjel öntöttem fel. Ha hígabbra szeretnétek, akkor lehet bele több tejet is tenni. Ezzel most újra összeforralom, és gyakorlatilag el is készült a kölesnek az alapja. Még cukrot kell beletenni, ízlés szerint. Nagyon hasonlít a köleskás állaga és az íze is a tejbegrízre, vagy tejberizsre. Ez, amit most itt láthattok, ez kakaóval és kókuszreszelékkel van megszórva. Tehát az egyik verzióhoz így készülhet. Ez a köleskása pedig lekvárral és egzotikus gyümölcsökkel van tálalva. Lehettek benne kreatívok, akár friss gyümölcsökkel, vagy bármilyen gyümölcskonzervvel tálalhatjátok. A köleskását elkészíthetitek úgy is, hogy nem tesztek bele cukrot. Ebben az esetben sós ételként is fogyaszthatjátok, tehettek bele lilahagymát, akár túrót, tejföllel fogyaszthatjátok, vagy akár jutóróval is, szalonnapörccel, nagyon finom.